teremtve van-e a világ, vagy örök idők óta áll, s fog-e örökké állani, vagy egykora semmiségbe száll, megírta évmilliók előtt a sors, mi fog történni majd, vagy a történet gája, mit a véletlen fuvalma hajt, egye a lélek és a test, honnan jövénk, hová megyünk, elalszik-e a sírba, vagy új lángra lobban életünk? Ez is Petőfi, és amit ma este hallunk, az is. Felhők 16. Itt állok a róna középen, mint a szobor merően, a pusztát síri csend födé el, mint elfödik a halotta szemfödéllel, nagy messze tőlem egy ember kaszál, mostan megáll, s köszörüli a kaszát, pengése hozzám nem hallatszik át, csak azt látom, mint mozog a kéz, és most ide néz, engem bámul, de én szemem sem mozdítom. Mit gondolhat, hogy én miről gondolkodom? 17. Ó jány, szemed milyen sötét, s mégis ragyog, kivált midő reám tekintesz, úgy tündököl, mint zordon ében villám tüzénél, a hóhér pallos. 18. Ha jőne oly nagy fergeteg, mely meghasítná az eget, és a hasítékon át, a földgolyód behajítaná. 19. Egy bölcs hajdan szamáron utazott, Azóta az idő megváltozott, nagyon megváltozott már, Most a szamarak lovaglanak, a bölcs pedig gyalog jár. Huszadik mi a dicsőség? Tündöklő szivárvány, a napnak könnyekben megtört sugára. 21. Sok embert ismerek, ki önmagát legjobban szereti, de másnak ismét vannak kedvesi, kiket magánál forróban szeret, és ezeket sokszor mégis megbántja aztán megbánja, hogy könnyeket facsar szeméből, kinek egy vidám pillantatáért, kinek egy mosolyáért a legszebb részt odaadná életéből. Ilyenkor tudja csak, mi a gyötrelem, mik a keservek, és kéri szívét, repedj meg, ó szívem, és ez büntetésül nem reped meg. 22. A bánat egy nagy óceán, s az öröm az óceán kis gyöngye. Talán, mire fölhozom, össze is töröm. Szalk Szent Márton, 1846. március 10. előtt. Döbbenetesek ezek a felhők ciklus versei. Sokszor-sokszor külön is szerettem ezeket elolvasni. 1864-ben Friedrich Nietzsche is megzenésített közülük néhányat, mert Petőfinek ezek a versei, minthogy rövid versek és viszonylag könnyebben fordíthatóak, német nyelven elkezdték a világjárásukat. Először ezen a nyelven és joggal, mert mintha a gőtek széniájhoz hasonlók lennének, vagy legalábbis aforisztikus rövid költeményehez, persze Schiller is írt ilyeneket, de egyikük sem ilyen megrázókat. Például az utolsó előttinek említett sok embert ismerek, arról szól, hogy az ember azokat bántja meg legjobban, akikkel nap-nap után együtt él, és talán a legközelebbi közelségben él együtt családtagok, eszme, hív hívőtársak, és, és az ember föld alá süllyedne a maga szégyenében, és nem tud mit kezdeni ezzel a bűnök legnagyobb bűnével, amikor, amit úgy nevezhetnénk, hogy talán visszaélés a szeretettel, visszaélés a jósággal, amikor nem idegeneket sértünk meg, vagy nem olyan embereket, akikkel csak pár pillanatig találkozunk, és talán nem fontoljuk meg annyira a szavainkat, hanem akiket szeretünk, sőt, sokszor forrón szeretünk, és meg, megsérteni azokat, akiket szeretünk, és mit kezdjünk ezzel, mondja Petőfi a bűnök legnagyobb bűnével, ami a visszaélés a szeretettel. Nem sok ilyen vers van a magyar költészetben, de hogy Petőfi mi mindent végig gondolt. Persze lehet mondani, hogy ezek csak olyan sziporkák, mint ahogy Hát ilyeneket írt Baudelaire, Rembo a korabeli néhány évtizeddel későbbi francia költészetben, vagy hát akár a magyart is említhetjük, Arany János mondacsoknak nevezte ezeket a paraszti négy sorosait, vagy ötven ilyen rövid verse van a költészete első legelemibb hozadékának és örökségének tartom ezeket az aranyverseket. De ez a négy mert Petőfi a négy sorosoknak is mesteri költője, hogy a bánat egy nagy óceán, és az öröm az óceán kis gyöngye, talán mire fölhozom, össze is töröm. A hatalmas óceányi bánathoz képest az öröm csak egy kis gyöngy. És azt a kis gyöngyöt, ami beragyogja az életet, azt is összetörjük. Hív szívünk csöndesebb intését, nem halljuk, az előttünk nyíló rózsát letapodjuk, mert messzebb járnak szemeink, ámulva kergetjük álmunk tarka képét, s örökre elvesztjük gyakran éltünk szépét, s későn hullnak könnyeink. Igen, Berzsenyinek a búcsúzás kemenes aljától nagy elégiája, búcsú verse jut ilyenkor az eszembe. Petőfi előtt nem számolhatunk meg két kezünkkel számolható sok nagy költőt, balasít nem nagyon ismerhettem még, a jó öreg vadányi tízes nyelvér becsülte sokonait annál inkább, de a két nagy költő, aki a mentora előtt hatással volt rá Berzsenyi, akitől idéztem az előbbi verset, Kölcsei, akinek ugyan költészetét ezt a 146 darabból álló versgyűjteményt nem tartotta nagyra, Petőfi egyszer elmondta a baráti társaságban, hogy nem tartja eléggé férfiasnak Kölcseit, ebben van is igazság, mert Kölcsei, ha 19. század tótárpádja, aztán pedig mondom, Gvadányi, Csokonai, Berzsenyi, Kölcsei után Vörös Marti, Az ötödik és legnagyobb pályájának egyengetője, de Vörös Martinak nincsenek ilyen lehelet finom négy sorosai, Petőfinek egyik legszebb versével állunk szemben. A bánat, egy nagy óceán, s az öröm, az óceán kis gyöngye, talán mire fölhozom, össze is töröm. Kérem, izlegessék ezt a verset, de mindegyiket, melyeket most naponta 6-7 a felhők ciklusból való verset felolvasok, és ha talán felkelti az érdeklődést, lapozzunk csak ehhez a vers ciklushoz, és olvassuk végig ezeket a szalk Szent Mártoni verseket.